Sziasztok! A mostani videóban mézlesre tartom. A mostani videóban főzni fogok. De mit is fogok főzni? A rongol recepte, egyik az a rongol recepte ötöz. Igen. Most egy indiai kaját fogok elkészíteni. Azt hiszem, ha igen, indiai kofta. Akkor kitől is kapta azt a receptet? Szávó Matonától és Nagy Istvántól. Ez a kicsit néhány pár alapanyagot is küldtek hozzá. Igaz, hogy telfölben ezek a romlantok, azokat nem küldte, az én vettem meg. De minden, akkor ezeket ők küldték. Akkor most minden el is kezdve, mi az a hozzávaló. Lehetne 3-4 darab rendes paradicsom, de én most 3 deci sűrített paradicsomot fogom most elkészíteni a szósz. Tejföl 175 gram, akkor 2 darab zöld erős paprika, egy fej vereshagyma, akkor egy munkás kanál garag muzsali, vagy nem tudom, hogy az valami indiai, igen, indiai fűszer. Pontosan nem tudom, hogy kimondani. Vagy itt ide van a híva, rendes neve. Na, akkor menjünk tovább. Akkor 2 munkás kanál mák. Akkor 2 munkás kanál őrült koriander. Akkor 2 evőkanál kókusztetszerék. És végül egy munkás kanál gyömbér. Akkor először is felszereltük a vereshagymát. Nagyon jobb lett volna a pítógépre. Akkor félre tesszük. 60 fel is tesz bele, hogy eltesszük a támlélyre, hogy könnyebb legyen hozzáférni, beletenni a megpirítani. Igen, hagymát felszereteltem, akkor most olyan paprikát is fel kell szeretelni. Na, akkor a paprika szelete is. Akkor egyszer szedj két. Jó erős mártás lesz az. Na, azóta el kell menni kezet mosni.
azt is belecsasztuk a tálinkba, és feltakarítunk. Igen, ja. Nem rendes paradicsommal sőített paradicsommal fogom most elkészíteni, akkor hagymapucolásra kezdve, hagymapirítása. Ha rendes paradicsom lenne, akkor paradicsomon felfőznék. De milyen sőített paradicsomot nem nagyon kell felfőzni, úgyis fel van főve. Akkor kezdve a hagymapirítása. Meg is nyújtom ide a gázt, megnyitom a palackot. És itt is beég. Akkor kezdve a hagymapirítása. Na, akkor felteszem a lábas. Egy kis ékvonalat. És akkor jön be a fejhagyma. És biztos sokféleképpen el lehet készíteni. Szerintem hozzá lehet adni. Azt mondja, itt jön fűszer, borom, mosellát. Nem tudom, hogy kell ezeket mondani. Lehet hozzá a mát. És akkor kolibronátó. Ez még megpésül. Én tartalékom van. Szerintem mehet egy belesültet paradicsom. És mehet be a kókusz eszei. Mehet az, hogy még gyakorolunk kell. Szerintem mehet a felfőzés. Végezett mártás lesz. Belmi vizet is kell hozzá tenni. Akkor mehet hozzá a tejfő.
És mehet hozzá a paprika, erős paprika. Hát egy fűszeres erős kolya lesz az. Akkor mehet a nas gázol. Egy kis vizet teszek hozzá azért. Most kicsi megállító videó, hogy felnyel föl. Így 10 percig biztosan főzni kell. A kamarokat így közben nem lesüljön. Sót is kell beletenni, itt a másfél hátó sótátó, igény szerint. Mert tartaljuk a... Na, akkor jó 10 percig körül. Közben elindított a stoppal, akkor ezt tartaljuk meg. Így kell ennyi kavarni kell, néha. Lehet vizet nem látva hozzá, nem tudom. Néha kavarni kell. A gondolom tehetünk már vizet ki, hozzá lehetik. Még csak 3 perc, vagy 4 perc lesz lassan. Csodálkozom, hogy a paprika nem olyan erős. Szerintem át kéne tenni egy kicsire. Most meggyújtsuk a kicsit. Így is egyes tartalékot. Hőáll a kesztyűt. Lefogjuk meg. És a nagy égőt el lehet zárni. De még mindig van még 5 perc. Így kell lenni, hogy kavargatni kell. Megnézzük minden idő. Ó, de nem sokkal végre meg fog főzni. 10 vagy 15 percig kell főzni. Akkor 10 perc el is telt. Ki is kapcsolok a gázt. Tovább nem kell főzni. Ha valaki hígkapot szereti, tesz hozzá vizet. Te nekem ez így jó. Ő állókeztőt, és átvisszük másik ide. Ja, én sem kapcsoltam le a gázt. Indiai koftához kell még gombóc is. Igen, a koftához el fogunk készíteni a gombócot, hogy mindjárt megmondhatunk, mi a hozzávaló. És utána megsütjük a gombócot. 30 dekakom tehéntúró.
3 kanál liszt búza. 10 zöld paprika, erős paprika, apróra vágva. A koriander. Igen, ha lehet a korianderből, inkább vegyük meg, ami őrölt. Nagyon nehéz az ez megőrölni. És akkor végül ízesítésnek kell a fekete bors, de abban meg is az ízése szerint, és akkor só. Akkor végül kezdjük is hozzá. Akkor először túlra teszünk be. Nem tudom, abból lesz tészta, gombóc, akkor lisztet, és jöhet az erős paprika. Koriander. Nem még borsodni, sodni, egyelőre még nem teszek be. Fog kelleni valami alakban, vagy nem? Lehet, hogy mégis fog tudni bele a kombolcsot csinálni. El is próbál kombolcsot csinálni belőle. Aha, lehet. Nem hittem volna, hogy ebből így lehet kombolcsot csinálni. Tehát akkor egy kis borsot. Meg egy kis sót. Nem is kell több. De nem. Mindjárt a karikázok. Karikázok. Gombócokat csinálok belőle. Csak meg kell kóstolni. Én is fog tenni be. A kis fekete borsót is teszek be. De jó is lesz. Akkor csinálok bele a gombócokat. Igen, gombócok megvannak. De igen, meggyújtsuk a megjelengázt. Nem nagyobbat. És akkor mehet is be olaj.
és a jobb olajba teszünk be. Hát eltelt néha pár perc, ilyen kis dolgot beletessünk meg, hátra ületünk, még hideg az olaj. Akkor még kicsit hadfogosodjon. Hát korlátszó szerintem egy pól lenne az olaj. Óvatosan. Óvatosan, mert azért ez felkarcsolva a teplót a vas. Még mindjárt egy cseréljem a kanalattól. Na jó, most egyelőre nem kell hozzá nyúlni. Még a olajba tettük be. Azt, hogy a fokhalát nem nézünk más, hogy sűjt meg. Óvatosan el. Hol az el, át kell szűrni. Azt hiszem, hogy egyre jó lesz, ha sűrűn még, azt hiszem, hogy aranybarnal, vagy rozsabarnal kell lenni, nem is tudom. Közben a váltás is nem áll ugot emelgíteni. Tenni hozzá, és már kavarni. Ma nagyon lehűlt. Figyelni. Óvatosan. Igen, meg kell kavarni lejjét. Ha lehet kavarni, kezd fölni, így már pipázni is be. Na most öntöttük hozzá a vizet, azt most a teljesen fel kell főzni. A szósz és a mártás. Nem is tudom, hogy kívánok. Közben elnézzük a másikra is.
Nej, vi har slutat. Sjovisles. Det är så här. Vad är det? Nu är det så. Men vi som går. Det var mindre än jordisles. Ok, ej, že ovo ću ga gaz. A fémet nem lehet beletenni. Hozom ásítálni. Úgy látod, hogy kész személye. Óvatosan, hát nagyon, nagyon érzékel a teplom. Ez volt a Raungo 5 receptje. Igen, Raungói 5 recept. Akkor kitől is kaptam? Nagy Istvántól és Szávó Madonnától. Nagyon szépen köszönöm minden kettőknek azt a receptet, meg köszönöm szépen, hogy elküldték nekem ezt a foghamel passziózót. Most mindenki kiderül, hogy milyen lesz a íze. Még indiai ételt még nem csináltam. Mert igazán magyar konyhán szeretem, de úgy látom, hogy én már kimegyek a határon túl is. Na most elhagyom a országot is lassan. Hát az, hogy úgy, hogy ki se kell lépni a határon. Ez egészen jó, az a gombóc is, de neki a mátás jobban ízlik, vagy a szósz. Ez legközelebb húsban fogom elkészíteni a gombócot. Na mindegy. Szerintem így is nagyon jó. Jó megoldás hús nélkül is. Hát igen, nem mindenki van pizza hús feje. Szerintem egészen jó. Igaz, a magyar konyhában jó, az a jó. Na mindegy, akkor Szávó Madonnának és Nagy István, nagyon szépen köszönöm a receptet,
köszönök, küldtek néha pár fűszert, meg ezt a pokhavapasziót, szóval nagyon sokat segítettem, tettek le. Még indiai konyhát megpróbáltam. Igen, akkor nem is tudom, mit is mondtam. Igen, akkor nagyon szépen köszönöm szépen a recepteket. Akkor már csak annyit mondható. Nem tudom, tudtam el segíteni ebben a rövid videóban, remélem ízlelni fog a indiai konyha, indiai kafta, remélem ízlelni fog. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket. Tovább minden jót kíván, Erez Zoltán, a videóinfo kötőre ettől. Hello, sziasztok!